Két évet átfogó programsorozat indul útjára Szolnokon. A tanórán kívüli tevékenység bővítését célzó projekt oktatási és nevelési intézményekben valósul meg. A pályázat a tanórán kívüli szabadidő hasznos eltöltéséről szól. Ennek keretében nagyon sok szép programot fogunk tudni megvalósítani. 5 intézménnyel, ebből 4 iskola, illetve 1 óvoda. Ennek első állomása a mai rendhagyó drámapedagógiai foglalkozás Old Tamás Mensáros díjas színművésszel. Az óra közvetett célja, hogy a diákok játékos formában megismerjék és megkedveljék a színművészetet. Megpróbálom eszenciálni azt, amiket én tanultam, ahogy én nevelkedtem. Külföldön és Magyarországon jártam színművészeti egyetemekre, és ezekből én mindenhonnan megpróbálok olyan eszenciális dolgokat elcsenni, ami egy picit megmutathatja, hogy mi mindennel kell foglalkozni. Tehát egy pici beszédórát fogunk tartani a szünet után, egy pici légzéstechnikát, egy kicsi mesterséget, abból is kis koncentrációs feladatot, kicsi improvizációs feladat lesz. A beszéd számtalan elemből épül föl. Alapja a kilégzés, hiszen így adható ki hang, majd ott a nyelv és az ajak, mely a kiáramló levegőt érthető hangokká formálja. Mindez nem csak a színpadon, de szinkron színészként a stúdióban is elengedhetetlen, mondta a színművész. Ugye, hogyha ott nem tisztán beszélsz, akkor nem ér semmit az egész, kizavarnak, soha többet nem hív. Figyelmesen követték a gyerekek az előadó utasításait. Így tett Lázár Gréta is, aki a középfokú tanulmányait a Széchenyi István Gimnázium drámatagozatán folytatja. Ez igazából egy nagyon rejtelmes világ, és mindig más oldalát meg lehet ismerni, és ezért érdekel, hogy soha nem lehet ebbe beleunni, hanem mindig valami izgalom vár benne. Balog Amanda korábban is kacérkodott azzal, hogy színész lesz. Ahogy jött hozzánk ez a színész, ezen keresztül szerettette meg velem ezt az egészet, már előtte is érdekelt, viszont most már sokkal jobban. A tanév végéig az ország számos iskolájában, pontosan még 24 helyszínen vehetnek részt a gyerekek mesterségtréningen Old Tamás vezetésével. Városunkban meseelőadásokat, egészségügyi és mentálhigiénés rendezvényeket szerveznek, valamint különféle szakköröket indítanak a projekt keretein belül.